üdvözlöm kedves nézőinket. A mai napon Horváth András lesz a vendégem. Szia, András! Szia! András, szeretnék tőled többet megtudni a polgárőrködésről, ugyanis nagyon sokan nem tudják, hogy ez miben különbözik a rendőr szakmától. Te mióta foglalkozol ezzel a szakmával vagy hivatással? Én 16 évesen kezdtem el ifjú polgárőrként ezzel tevékenykedni. Ez most már 11 éve, hogyha jól számolom. Azóta nyilván rendes tagként dolgozom, most már dolgozom, önkénteskedem a Tarjáni Egyesületnél, illetve ezt vezetem is. És ezt akkor te önkéntesként csinálod, tehát nem fő foglalkozásban végzett, hanem csak önkéntes. Tehát neked van egy eredeti munkád, és amellett a hétköznapjaidon, amikor épp szabad vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni? Így van, ahogy te is mondtad, ez egy önkéntes tevékenység. Országosan mindenki önként végzi ezt a feladatot. Mindenkinek van egy főállása, vagy esetleg már nyugdíjas és amellett tevékenykedik. Nekem, ahogy említetted, egy főállásom van, ahol hétköznapokon, vagy ha úgy van, hétvégén is dolgozom, és akkor fennmaradó szabad időmben, ahogy a magánélet engedi, tevékenykedek, és intézem az egyesület ügyeit, illetve vállalok szolgálatokat. A polgárőr és a rendőr közt mi a különbség? Erről tudnál nekünk egy kicsit bővebben? Azt gondolom, hogy nagyon sokan összetévesztik a kettőt. Sajnos a legutóbbi formaruházat választásunk, amit országosan hagytak jóvá, nem segíti elő azt, hogy ez a kettő szét tudjon válni. Ami nagyon fontos, ugye egy hivatalos szervről beszélünk, a rendőrség esetében, akik igazoltathatnak, kényszerítő eszközöket használhatnak, előállíthatnak, bírságolhatnak, tehát nyilván nekük egy jelentősen nagyobb jogkörük van az állampolgárokkal szemben. Egy polgárőr közfeladatot ellátó személynek minősül szolgálatellátás során. Alapvetően amire nekünk van lehetőségünk, az az, hogy a szabásértésen tettenért személyeket felszólítsuk a cselekménynek a befejezésére, illetve hogyha bűncselekményen érünk tetten valakit, akkor abban az esetben megakadályozhatjuk a cselekmény folytatását, illetve a megfelelő hatóság kiérkezéséig a helyszínen visszatarthatjuk az elkövetőt. Tehát akkor ti ki is hívhatjátok a rendőrséget, hogyha esetleg valami... Így van, nagyon sokszor szokták mondani, hogy nem teszünk többet, mint ami egy sima állampolgárnak a kötelessége lenne, és ugye ez így is van. Tehát alapvetően egy állampolgári kötelesség lenne egy bűncselekmény kapcsán a hatóságot értesíteni, nyilván a megfelelő lépéseket megtenni, hogyha arra van lehetőség, akkor ugyanúgy akár te is, hogyha észlelsz egy ilyet, és van a közeledben segítség, akit be tudsz vonni, akkor akár ott is tarthatjátok a helyszínen. Nyilván nem feltétlenül kell ebben mindenkinek belemennie, de attól eltekintve, hogy egy ilyen kiemelt büntetőjogi dologba tartozunk a közfeladat ellátóság miatt, nem sokkal különbözünk egy sima állampolgártól, amit hát ugye a mai világban már mindenki kiválóan ismeri a jogait, csak a kötelezettségekről feledkeznek el nagyon sokan. Ti kaptok ehhez valamilyen segítséget, már mint hogy képzéseken részt vesztek, vagy? Vannak megyei szinten szervezett képzéseink, ezek főként elméleti oktatások. Itt nyilván egy intézkedés tematika, egy jogi képzés, de ezeket a képzéseket egyesületi szinten is meg szoktuk szervezni. Alapvetően ugye van egy polgárőr vizsga, amit minden új belépőnek át kell érnie. Ez egy rövid oktatásból, illetve egy hozzátartozó feladatsorból áll. Hivatalosan, aki ezen megfelel, ő lehet utána polgárőr. Ezen felül szoktak szervezni önvédelmi képzéseket, de sajnos ezeknek van ennyisége mostanában egyre ritkább. Milyen eseteknél szoktatok jelen lenni? Az elmúlt időszakban javarészt úgynevezett hatósági tanúként
veszünk részt eljárásokban. Ez annyit tesz, hogyha mondjuk van egy olyan elkövető, aki nem tud vagy nem akar írni, olvasni, akkor neki az eljárással kapcsolatos dokumentációt fel kell olvasni, illetve amennyiben nem tud vagy nem akar írni, akkor mi, mint hatósági tanúk írjuk ezt alá, ezzel igazolva, hogy az kerül leírásra, ami szóban is elhangzott, hogy ez az eljárás folyán a későbbiekben fontos tud lenni. Ezen fölül ugye csendháborításoknál, garázdaságoknál tudunk szerepet vállalni, nekünk a közterületen van jogkörünk bármilyen intézkedést kezdeményezni, tehát hogyha mondjuk egy házi buli van, akkor mi ott már, ha csak erre a rendőrség nem kér fel minket, akkor nem tudunk eljárni vagy intézkedni. Igazából a kisebb szabásértések azok, amikben mi jelen tudunk lenni, és azokat meg tudjuk akadályozni. Természetesen, hogyha mondjuk egy bűncselekményt észlelünk, amihez azért nagy szerencse kell, akkor abban az esetben értesítjük a hatóságot, és akkor addig a helyszínen tartjuk az elkövetőt. Az utóbbi években gyakoribb, hogy esetleg közbe kell avatkoznotok, vagy tehát, hogy észleltek szabálysértést, vagy nem nőttek ezek az eseteknek a számai? De azt gondolom, hogy vannak olyan szabálysértési kategóriák, például itt egy köztisztasági szabásértésre gondolunk, amiben egy közterületen való vizelés mondjuk, vagy szemetelés beletartozhat. Én azt gondolom, hogy ez inkább növekedni fog, mint csökkenni az évek során. Továbbá az, hogy a nyári időszakban, fesztivál időszakban az, hogy a közterületen alkoholt fogyasztanak, tehát ez megint csak egy olyan történet, hogy macskágérjátékot lehet játszani ebben. Bűncselekmények kapcsán viszont az elmondható, hogy hál' Istennek Szeged az bűnügyileg szinte a legkevésbé fertőzött területnek mondható, tehát jelentősen kevesebb bűncselekmény történt az elmúlt években, mint mondjuk más megyékbe településeken. Például itt Csongrád megyében ti elegen vagytok erre a úgymond önkéntes szolgálatra, vagy szükségetek lenne még emberekre, jó lenne, hogyha többen végeznék ezt a munkát? Csongrád megye vonatkozásában nem tudok teljes körű és hiteles információval szolgálni. Szeged tekintetében tudom azt, hogy jelenleg elég ahhoz a létszám, hogy a rendezvényeken képviseltessük magunkat, illetve ellássuk a megfelelő számú járőrszolgálatot, bár itt zárójelben megjegyezem, hogy erre vonatkozó előírás nincsen, tehát mivel ez egy önkéntes tevékenység, nincsen megkötés, hogy mennyi időt kell ezzel eltöltenünk. Én azt gondolom, hogy mindenképp, ami már évek óta az Országos Szövetségnek is a célkitűzés, a fiatalítani kell a polgárőr egyesületeket. Nagyon sok helyen előregedett a tagság, ami nyilván olyan szempontból pozitív, hogy az idősebb tagok sokkal több tapasztalattal, rálátással rendelkeznek, de nagyon sokszor előfordul, hogy már a technikai fejlődést ők nem tudják követni. Szoktatok esetleg toborzásokat tartani, vagy milyen módon tudjátok felhívni a figyelmet arra, hogy jelentkezzenek az emberek polgárőrnek? Elsősorban, ami most számunkra nagyon nagy előny, az az, hogy a középiskolában tanuló fiataloknak 50 óra közösségi szolgálatot kell ellátniuk ahhoz, hogy az érettségit megkaphassák. Ez a közösségi szolgálat az önkéntes tevékenységet jelent. A mi egyesületünk is szerepeltetve van ebbe az országos listába, tehát hozzánk is lehet jönni. Ezt csak halkan mondom, hogy lehet jönni, mert jelenleg sajnos nem tudunk fiatalt fogadni. Ugye ahhoz, hogy ez jól tudjon működni, egy megfelelő, vagy hát egy nagy létszámú felnőtt tagságról van szükség, akik tudják a fiatalok munkáját koordinálni és őket irányítani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány tudna lenni, hogyha ez nem kötelezően önkéntes dolog lenne. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!